amikor én először összekerültem vele ilyen formán, az 1986-ban volt Franciaországban, ahol egy már elkezdett filmbe kellett beszállnom, először mint kameraoperátor, és aztán végigcsináltam az egészet. Akkor én, hát akkor még ugye relatíve fiatal ember voltam, de már csináltam 5 vagy 6 játékfilmet, meg külföldön is dolgoztam, meg itthoni külföldi munkákban, meg mindenféle. És hát gondoltam, hogy hát jó, hát körülbelül sejtem, hogy mit kell csinálni, meg ismerem a stílusát, hát majd megcsinálom. Nem nagyképpen, de úgy gondoltam, hogy hát ez majd nagyon frankó lesz, nem lesz olyan nagy ügy. És leszálltam a repülőről, és gyakorlatilag mentem ki az első helyszínre dolgozni, ami egy egyszerű jelenet volt, 2 szereplő volt benne, egy kikötő mólon, egy fekete kutya, és a 2 szereplő jönnek. Felszálltam a kamerára, mondta, ez kell, meg az kell, meg amaz kell. Ráadásul ezek a videóasszisztek akkor voltak vadonatújjak, akkor még nem volt előtte fekete-fehérben. Felszálltam erre a Dolira, és elkezdtük csinálni ezt a snittet. És akkor elmúlt egy olyan próbában egy olyan 2-3 perc, és akkor azt mondtam magamnak, na az meg én ezt abba hagyom, én megyek haza. Nekem fogalmam is volt, hogy ezt mit kell csinálni. Teljesen meg voltam zavarodva. Úgyhogy aztán az a film az úgy telt el, hogy minden nap azt mondtam magamnak, ha ma nem rúgnak ki, akkor még a holnapi napot megcsinálom. Ha meg nem rúgnak ki, akkor majd a holnapi napot megcsinálom. Úgyhogy így ment végig el 2 hónap, az egy hosszú film volt, mert Izraelben is forgatott. Úgyhogy hát ez ilyen dolog, minden nap egy meglepetés. Ez egyáltalán nem egy tradicionális dolog semmilyen formában. Először is nagyon sokat változtat menet közben, állandóan változtat. Tehát egyáltalán munkamódszer szempontjából nem lehet semmit készpénznek venni, de az ég egy világon semmit készpénznek nem lehet venni. Szóval az embernek minden jóra és minden rosszra fel kell készülnie, és hát e körül telik el a napja. Nincs köze azokhoz a hosszú jelenetekhez, amiket sokan csinálnak, vagy mások csinálnak. Ebben nincs olyan fajta fotográfiai esztétizálás, mint amit, az nem kritika, amit mások csinálnak. Szóval ez egészen másról szól. Az ember tudja, meg nem véletlenül, hogy olyan munkatársakat választ magának, színészeket, akik egy pirinyónyi jelből, félmondatból, negyed utalásból körülbelül sejtik, hogy ez miről szól, és ez sokkal messzebbre megy, mint ha valakinek azt mondják, hogy fiú-lány szereti fiút, és akkor nem tudom én, és minden jóra fordul. Ő nagyon, nagyon megköveteli azt, hogy mi legyen. Minden esetre az biztos, hogy nagyon tudja azt, hogy a munka az mennyit ér, kinek mennyi kell belerakni abból, hogy abból valami legyen. Magyarul nem kíván olyan lehetetlent, amit nem lehet végrehajtani. Sokszor van úgy így a szedben, hogy azt mondja, na most akkor ez meg az meg amaz, és az ember azt mondja, édes Isten, már megint mi ez az őrültek háza. De közben az persze összeáll, és meg lehet csinálni. De ő nem követel lehetetlent emberektől. Nem nincs ilyen egotombolás, hogy én megmondom, hogy itt mi fog lenni. Szóval nem tudom. Az élvezetes, amikor az ember úgy rájön arra, hogy mégis ez hogy. Hát sokszor van úgy, hogy ülök a gépnél a próbán, vagy ez az összerakó próbán, hogy órákig tart. És maga a felvétel, az gyakorlatilag maximum 2 óra alatt zajlik le. Hogy ez olyan, mint egy forgószínpados színház. Persze több annál jóval, mint a színház, de az, hogy össze kell sűríteni marhára egy térbe valamit, és azt úgy kell leválasztani egymásról, hogy ne derüljön ki a következő lépcsőben, hogy az ott van, ez egy színház technikai dolog. És ez tulajdonképpen az embernek olyan, ez olyan, mint egy ilyen foci meccs, hogy jól esik az embernek. Szóval az egy jó dolog, hogyha azt látom, hogy ezt meg tudjuk jól csinálni. Ismerjük egymást, meg nem ismerjük egymást, ez az igazság, úgyhogy nem könnyebb, mint egy ismeretlennel dolgozni.